A megyei első osztályban már elkezdődött a bajnokság, az alacsonyabb osztályokban pedig a hétvégén indul útjára a labda. A megyei igazgatóságon ettől függetlenül javában zajlik a munka. Egyrészt a hónap végéig még tart az átigazolási időszak, másrészt pedig készítik elő a később induló sorozatokat. Az elmúlt szezonban a megye volt a rendezője a regionális felnőtt futszálbajnokságnak, amelyet a 2018-2019-es évadra is megkapott az igazgatóság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta meg, hogy az úgynevezett régiós felnőtt bajnokságot, ami az NB3-as szintnek felel meg, az északi területet, az ország északi területének a lebonyolítását mi szervezzük. Ez azt jelenti, hogy Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok hozzánk jelentkeznek, és most már le is zárult a nevezés határidő, 12 csapattal fog elindulni idén az NB3-as északkeleti régiós futszálbajnokság. Ugyanúgy tervezünk, mint a tavalyi évben, tehát szeptember utolsó hetében, vagy október első hetében indul majd el a bajnokság. Bajnoki rendszerben természetesen itt is. Előreláthatólag december közepéig tart az őszi szezon, és január közepén már indul a tavasz, azért, hogy április elejére, közepére azért végezzünk is a bajnokságba, hiszen pont amikor április-májusban jön a nagy pályás szezonnak a vége, akkor ne legyen túlterhelés a játékosoknál. Az igazgatóság a 17 és 20 éves korosztály számára is kiírta a megyei bajnokságot, amelyre 20-22 csapat jelentkezését várják az augusztus 30-ai határidőig. Végleges viszont a korosztályos női bajnokságokban induló csapatok létszáma. Idén sem lesz sajnos felnőtt bajnokságunk, viszont ami örömteli, hogy utánpótlás bajnokságban több csapat fog jelentkezni, illetve adta be a jelentkezését. Ráadásul két korosztályt is fogunk tudni indítani most először. Utánpótlás szinten az U15 és az U19-es bajnokságot is el tudjuk indítani. U15-be 10, U19-be pedig 5 csapat adta be a jelentkezését. Szeptemberre fog majd indulni mind a két korosztályban a bajnokság, és mind a két korosztályban bajnoki rendszerben fognak mérkőzni egymással a csapatok. Ami örömteli, hogy mind a két korosztályban azért olyan egyesületek jelentkeztek, amely úgymond beteríti a megyét, tehát nem nagyon van fehér folt a megyébe. Magyarán, ahol a megyében van bárhol olyan kislány, aki szeretne futballozni, akkor nagyon közel a szülőfalujához talál olyan csapatot, ahol lehet tud is futballozni. Vaka Árpád még elmondta, hogy augusztus 17-én pénteken 16 órai kezdettel liganapot tartanak Baktalórendházán a Dégenfeld Művelődési Központban. Várják a megyebeli futballcsapatok vezetőit, technikai vezetőit, hogy tájékoztassák őket a bajnokságokat érintő legfontosabb aktualitásokról.